Az emlékezés virágait helyezték el Józsa András sírján el csütörtök délután. Az orvos, régész és antropológus szakember bár 1834-ben Nagyváradon született, mindig is Szabolcsinak tartotta saját magát. Bécsi tanulmányai után 1884-ben lett Szabolcs vármegye főorvosa, valamint a mostani Józsa András Múzeum európai hírű régészeti gyűjteményét is ő alapozta meg. 1918. szeptember 6-án életének 84. évében hunyt el Nyíregyházán. Dr. Józsa András halálának a 100. évfordulóját ünnepeljük, éppen ma volt, amikor eltávozott közülünk, 1918. szeptember 6-án. Még ugyanebben az évben megkapta a Nyíregyházi Múzeum a Józsa András nevet, tehát mi a névadónkat is ünnepeljük benne, de nem csak azt, hanem a múzeum alapításának a 150. évfordulóját is ünnepeljük, ugyanis ő volt a kezdeményezője, mégpedig a Szabolcsi Régészeti Egyletnek a alapító tagja is volt. Innen datáljuk a múzeumnak az alapítását, és úgy gondoljuk, hogy ez a két dátum, ez felhatalmaz bennünket arra, hogy egy szép ünnepséget tartsunk Józsa Andrásnak. A Nyíregyházi Józsa András Múzeum kezdeményezésére felújították névadójuk síremlékét az elmúlt időszakban. Ebben partnerük volt a Józsa András Oktatókórház is. A megyeszékhelyen nevét és emlékét a múzeum, a kórház, egy városrész, illetve utca és kút is őrzi.